kedden reggel is gőzerővel dolgoztak ebben a győri varrodában. Az Esély Kft. Összesen 170 embert alkalmaz, közülük 130-an megváltozott munkaképességűek vagy fogyatékkal élők. Bár nem teljesen egészségesek, kiváló minőségű terméket állítanak elő, és nem csak itt a varrodában, hanem a nyomdában és a központi üzemben is. Most jelen pillanatban itt vagyunk a varrodában, az egyik fő bevételi forrásunk Innétvaló, a másik a nyomdaüzemünk, tehát egy teljes körű nyomdai szolgáltatással és papírfeldolgozással foglalkozunk. Ezen felül pedig van egy központi üzemünk, ahol 90 embert foglalkoztatunk, ott mindenki megváltozott munkaképességű munkavállaló, és ott kézzel végezhető, tehát manuális kézzel végezhető szerelési, minősítési, csomagolási, borítékolási munkát végzünk. Korábban főleg hazai piacra dolgozott a társaság, a közelmúltban azonban egy uniós program keretében az osztrák piac is megnyílt a Kft. Előtt. A győri megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők sorstársaiknak készítenek jó minőségű ruhákat, sőt hamarosan már táskákat is gyártanak nyugati szomszédunkba. Már eljutottunk oda, hogy az első mintadarabokat elkészítettük, azon kívül pedig már készítettünk több megrendelésre nadrágot, mellényt, esőkabátot, és ez szerintem folytatódni fog. Keresni fognak bennünket, mert jön az ő szabászuk, aki majd a tagjaikról leveszi a méretet, és akkor utána a méret alapján fogunk egyedi termékeket gyártani. Ez azért jó, mert több lábon tud a szervezet állni, és igazából itt már nem csak bérmunkát végzünk, hanem anyagos bérmunkát, tehát saját termék előállításáról is lehet szó. Az új üzlet mindig jól jön, hiszen a plusz bevételekből tudják biztonságosan működtetni a vállalkozást, és lehetőség szerint bővíteni is a Kft-t. Ha bejön az osztrák meló, néhány éven belül akár 15-20 új munkahelyet is teremthet az Esély.